ha bárki rokkant kerekes székkel érkezik, akkor ezen a ponton tudja magát rögzíteni. Külön biztonsági övek szolgálnak arra, hogy az ő kocsiját tudja rögzíteni mozgásba, és amikor leszállás van, akkor pedig itt tudja jelezni. A 32 cm-es alacsony padlónak, valamint a kihajtható rámpának köszönhetően a mozgáskorlátozottak és a babakocsival közlekedők is könnyen tudják használni azt a három új autóbuszt, amely két szóló és egy csuklós közel 30 éves járművet cserél le. A legkorszerűbb a mai piacon kapható buszok közül, mind a környezetvédelmi besorolása, ugye Euro 6-os környezetvédelmi besorolásra tartozik, ennyi korszerű most nincs a piacon. A három új helyi járatú autóbusz összértéke mintegy 240 millió forint. A város 10 éves szerződést kötött a térségi Volán vállalattal, akik, mint elhangzott, kiemelt partnernek tekintik Egert. Fontosnak tartom azt, hogy az egriek minél nagyobb számban a saját személygépkocsi használata helyett egyéb közlekedési megoldásokat részesítsék előnyben, a közösségi közlekedést, a gyalogos közlekedést, a kerékpáros közlekedést. Hiszek abban, hogy a városi mobilitási terv végrehajtása közös erővel, mindnyájunk részvételével és aktivitásával eredményre vezet majd. Az autóbuszokat a kormány magyar jármű rekonstrukciós programja segítségével szerezték be. Mindhárom GPS-es utastájékoztatási rendszerrel rendelkezik. A következő megállót egy belső monitor jelzi, illetve a rendszer automatikusan be is mondja ezeket. Az új buszokat tervek szerint a 2-es, a 6-os, valamint a 13-as vonalakon közlekednek majd.